A motto: szeressük egymást, gyerekek. Immár 17. alkalommal rendezik meg a valentinnapi páros tenisztornát. Hogy mi minden fog történni, azt is elmondjuk. Természetesen a hatos csatorna is ott volt a tájékoztatón. 17. alkalommal rendezik meg idén a valentinnapi páros teniszversenyt, jelentették be a szervezők a sorsolással egybekötött sajtótájékoztatón. A Szeressük egymást gyerekek jeligével meghirdetett februári sporteseményen ezúttal is a politikusok, sztármenedzserek és az újságírók válogatottja, valamint a színészek és sportolók közös csapata vesz részt. Az első mérkőzés első résztvevője, újságíró és be barátai. Kell mutatni. Az újságíró válogatott és bár barátai játsszák. Én a politikus válogatottam. Már is rangadóval kezdjük. A sajtótájékoztatón került sor a versenyen résztvevő négy csapat mérkőzéseinek sorrendjének kialakítására. A sorsolást Szabó Dóra, a Miss Earth Hungary győztese, a rendezvény háziasszonya végezte el. Ugye a rendezvénynek a mottoja az, hogy szeressük egymást, gyerekek, és valójában arról is szól a rendezvény, hogy ez egy barát összejövetel, és politikától, kortól, nemtől függetlenül mindenki nagyon jól érzi magát együtt. Én nem gondolom, hogy nagyon balanszírozó szerepet kellene betöltenem, de természetesen mindent meg fogok tenni, hogy hozzájáruljak ehhez is, hogyha arra van szükség. A verseny mottoja: szeressük egymást, gyerekek, és nem csak a Valentin nap miatt. A tenisztorna producere Egőci Attila szerint a baráti hangulat érdekében erre a napra mindenki félreteszi a politikát. Magyarországon sajnos már évek óta egyre inkább jellemző, hogy az emberek egy-egy szituációban nem ellenfélnek tekintik, hanem ellenségnek tekintik egymást. Én azt gondolom, a tisztességes versenyben, mint amilyen ez a megpróbáltatás is lesz, csak ellenfelek létezhetnek. Nyilván mindenkinek a győzelem a cél, de nem szabad utálnunk, nem szabad gyűlölnünk, nem szabad megbántanunk egymást. Tehát nem lehetünk semmilyen szinten sem ellenségei egymásnak. A címvédő politikusok együttesében most is egyaránt helyet kapnak a kormánypártok és ellenzék képviselői. Nagy veszteség, hogy Stumpf István, aki 16 éven át erősítette a politikus válogatottat, sérülése miatt idén először nem tud teniszütőt ragadni, és csak a partvonal mellől támogatja csapatát. Önöknek ez az első alkalom, hogy részt vesztek ezen a versenyen, hogyan készülnek? Igen, ez az első alkalom. Nemrég keveredtünk kapcsolatba Regőci Attila úrral, aki ennek a versenynek az egyik fő szervezője, és ő hívott meg minket, hogy esetleg van-e kedvünk részt venni. Igazából mi a tenisszel nemrég keveredtünk közelebbi ismeretségbe, de nagyon tetszik nekünk, és egy szép sportnak tartottam eddig is, és most már tevékeny módon is részt tudunk venni benne. A kreatív jellegű torna versenybírói posztját idén is Kis Csaba tölti majd be. Teniszverseny győzteseként hogyan készülsz a mostani versenyre? Hát azt szokták mondani, hogy valamit megszerezni az egy nehéz dolog, de megtartani még nehezebb, úgyhogy tavaly megnyertük ezt a kupát, ezért komoly edzések vannak. Pont tegnap este 2 órát teniszeztem a párommal, társammal, a Dani Petivel, és 2 óra kemény edzés volt, úgyhogy ma reggel ilyen nem tudtam, hogy most melyik részemet is fogja, mert izomlázam volt, mert azért ehhez nem vagyok hozzászokva. A versenyt eddig legtöbbször, 10-szer az újságírók válogatottja nyerte.